Sziasztok! Ebben a mai kis videóban egy sátrat szeretnék nektek bemutatni. Ennek a sátornak a neve a Baker Tent vagy Campfire Tent. Ezt régen Észak-Amerikában alkalmazták, legfőképp ilyen kenus utazásokkor, szörmekereskedők, egyéb kereskedők. Ennek a sátornak az a lényege, hogy ugye pamutvászonból van, impregnált pamutvászonból, és a sátor előtt lehet tüzet rakni, nem érzékeny a tűzre. Gyere egy kicsit közelebb légy, és mutatnám, hogy ez a teljesen kinyitott állapot a sátornak. De látható, itt van egy hálórész, egy meredekebb tetővel, ugye egy kis kiemelt hátrésszel, és van egy előtér része a sátornak. Nézzünk bele szemből. Itt látható, hogy ennek a belmagassága ilyen 1 méter 40 centi. Ugye itt a hálótérnek a határa gyakorlatilag, ez pedig az előtér. Mint az előbb mondottam, ez egy teljesen kinyitott állapot. A két oldalfala ki van nyitva, és az előteteje is ki van nyitva. Ebben az állásában esős, nedves időben célszerű használni. Ugye, mint említettem, főleg kenus utazásokkor használták. Amikor minden vizes, minden nedves, és az ember szeretne megszállítkozni, szeretne egy kicsit száraz helyen eltölteni egy éjszakát, a felszerelését megszállítani, és hogy a tűz se aludjon el az esőtől. Ugye itt a tető alatt meg lehet rakni ezt a kis tüzecskét, ami ugye ez a pamutvászon nem fog kiégni, nem érzékeny rá, ezzel a kis tűzzel gyakorlatilag be tudja fűteni az egész sátrat, bármilyen hideg is van, és ezzel együtt a felszerelést is meg tudja szállítani az emberünk. Ugye ilyen állásban mind a két oldalról szélvédett, ugye felülről esővédett ez a történet. Van egy következő féle állása. Ja, még gyere, légy szíves! Nem tudom, mennyi fog látszani belőle, hogy ez a hálótér rész. Ugye ezt én úgy alakítottam ki, hogy két ember kényelmesen elférjen ilyen pozícióba, tehát látható, hogyha bedobom a hálócuccomat, akkor itt még egy embernek van a hely, így két ember kényelmesen elfér. Ugye szükség esetén, hogyha beszorulunk többen, akkor sincsen gond, mert keretbe fordítva, keretbe fordulva, így akár négyen is el lehet férni egymás mellett, és ugye az előtetőnek, az oldalfalaknak köszönhetően ugyanolyan védett az egész sátor. Hogy itt látnád most a hálón felszerelés, ami lószörpokróc, meg egy hálózsák és egy polifóm. Ezek kombinációjával már egész jól ki lehet bírni, akár rendes hidegbe is. Itt lehet látni, hogy egy néhány zsebet vartam bele. Hát ugye az apró cseprő dolgoknak, különböző kisebb felszerelési tárgyaknak éjszakára oda betesszük, akkor az meg lesz reggel is. Nem kell keresgélni a reggeli öltözködéskor. Na, azt mondja, hogy menjünk kijebb egy kicsit, léci. Ja, hát meg még egy kis ablakocska van. Ugye az ablakocska az gyakorlatilag csak arra szolgál, hogy ha teljesen fel van húzva az előtető, az oldalfalak, és már valamennyire kezd sötétedni, vagy nagy Isten le van hajtva a tető, akkor valamennyi fény azért legyen benne, természetes fény, aminél elő tudjuk kotorni legalább a lámpánkat, hogy meg tudjuk világítani a dolgot. Oké. A következő módozat, azt itt legombolom ezt az oldalfalat, és ezt ide lehet gombolni, hogy a szél ne bontsa meg, az eső ne essen be. A következő módozat, hogyha kicsit zártabbá akarjuk tenni ezt a sátrat, a belső részét, a hálórészt, ezt az oldalfalat egyszerűen behajtom, és itt is felgombolom, ide gyakorlatilag a hálófülkének a határához. Ha így gombolom duplán, kívülbelül, akkor ez itt egy zártabb elrendezés. Hogyha ezt nem gombolom be, csak így, akkor viszont itt felül tud szellőzni.
ugye a párát, meg az elhasználódott levegőt, azt itt ki tudja nyomni magából a sátor, és hát természetesen alul is oda lehet gombolni a küszöbhöz, úgymond, hogy itt se sűvítsen be a szél. Hát akár, ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor még itt ezeken a ringliken keresztül le is tudjuk tűzni, hogy a szél sem nagyon rángassa. Ugye ez egy ilyen félzárt állapot, amikor még jönni-menni szeretnénk a sátorba, de már nem akarjuk, hogy nagyon kihűljön, nagyon átfújjon a szél rajta, de még egy kis tűzünk van, ugye itt ezen a kis ajtó nyíláson úgymond be tud hatolni a meleg, és bent tud maradni. A következő állapot, amikor úgy döntünk, hogy éjszakára teljesen bezárjuk a sátrat, bármilyen okból is kifolyólag, akkor legomboljuk a másik oldali oldalszárnyat, és egyszerűen ezt is behajtjuk ide a megfelelő helyre. Ezt is felgombolom. És gyakorlatilag így kaptam egy teljesen zárt hálóteret a sátorba, ugye egy védett előtérre. Ha jó az idő, és nem akarom se az oldalfalat kibontani, se bezárni a hálóteremet, akkor egyszerűen ezt legombolom. És összetekerem. És így feltekert állapotában ide rögzítem az oldalához. És a másik oldalfallal ezt ugyanezt ugye értelemszerűen meg tudom tenni. Ebben az elrendezésben ugye kaptunk egy előtetővel védett, de szellős sátorteret. Amiben ugye a napi utazás befejeztével, vagy az egyéb napi program befejeztével nyugodtan lehet étkezni, sütögetni, főzőcskézni, bármit. Ha nagyon süt a nap, ugye akkor árnyékot ad. Ha esik az eső, de nem fúj annyira a szél, akkor ugye esővédett teret ad, és itt belül lehet tevékenykedni. Ugye ez a sátor, mint mondottam, ebből a vastag impregnált kanavász anyagból van. Impregnált kanavász anyagból van, hát nem könnyű. Tehát nem mértem még meg, de körülbelül száraz állapotában olyan 10 kg lehet ez az egész szerkezet, hát ugye plusz a rudazat. Most ezt a sátornak a vázát, ezt gyakorlatilag megvághatjuk a helyszínen is. Vagy pedig, hát én most úgy csináltam, hogy vágtam hozzá egy vázszerkezetet, és valószínű, hogy amíg ez el nem öregszik, ez a faanyag, addig ez fog szolgálni ennek a sátornak a vázául, mert hát minek is vágják minden egyes alkalommal újat. Ugye a súlyából és a méretéből adódóan, ezt mint az elején is mondottam, kenus közlekedéskor, lovas közlekedéskor, szekeres, autóval történő távolozásokkor szállítjuk. Ez semmiképpen sem egy
egy gyalogtúrára optimalizált felszerelés. Viszont ugye mivel mostanában már egyre többször előfordul olyan program, amikor nem az a programnak a célja, hogy menjünk, hogy túrázzunk, hanem különböző praktikákat, technikákat gyakoroljunk, ezért az ilyen programokra, ahova oda is tudunk állni autóval nyugodtan, ez egy tökéletesen megfelelő választás számomra. És hát ugye rólam azért most már köztudott, hogy én kedvelem ezt a régiesebb, autentikus vonalat, úgyhogy ez nekem evidens volt, hogy előbb-utóbb egy ilyet össze fogunk hozni. Úgyhogy azoknak tudnám ezt ajánlani, akik szeretik szintén ezt a fajta életérzést, ezt a fajta stílust, és olyan programokra mennek, ahol tényleg az autótól nem kell messzire elmenni, viszont sokféle egyéb tudást össze tud gyűjteni az ember, akár például az egyesületünkben, az egyesületi programokon. Úgyhogy nagyjából ennyit tudok erről elmondani. Még megmutatnám nektek a kis ládikámat, vagy ahogy a fiúk mondták, az éjjeli szekrényemet, ami direkt ehhez a sátorhoz, vagy emiatt készült. Ugye, hogy ezt a fajta életérzést még jobban átadja, ami számomra fontos. Ugye látjátok, ez egy egyszerű deszkaláda. Egyébként kimaradt lambériából van, tehát nem is az, hogy valami hűde nagy beruházás vagy anyagigény. Kötélből csináltam meg a fogantyúját, lehessen mozgatni, de ez például a balta tárolása is tökéletesen alkalmas, hogy ne kell mindig keresni, hogy hol van. Egy egyszerű felnyílós tető. Gyere ide, légy szét! Vigyem ki, úgy jobb. Tehát keresünk egy díszítésebb helyet. Ez egy egyszerű deszkaláda, a maradék lambériából, amiben beletettem egy kis tetőbetétrészt. Ez egy kidobásra ítélt vágódeszka volt, de erre a célra tökéletesen megfelelő, illetve nyújtódeszka, bocsánat, ami erre kezdte a térnek egy részét, ide én a kenyeret teszem, mert annak megfelelő. Belül is osztott a tere, ugye van egy nagyobb tér rész, ebben vannak a különböző tábori konyha dolgok, ugye egy diszkosz, sajka, és hát mindenféle kolbász, szalonna, bulgur, van egy konzerv is benne, zappehely, ebben a kis fém dobozkában cukor van, ebben a másikban liszt, sütőpor, szállított gomba, kis zacskós leves, ilyesmi. Tehát gyakorlatilag a tábori konyhai felszerelés és alapanyagok kaptak itt helyet benne, a nagyobbik részen. Itt az elrekesztett kisebbik részbe, itt van egy ilyen varrós javítókészlet, hogyha bármi szakadna a felszerelésbe, egy kis duct tape, akkor petróleum a petróleum lámpához, ugye a petróleum lámpának is itt a helye, mindjárt bele is teszem akkor. És hát kivehető ez a, tehát gyakorlatilag az egész elrekesztést is meg tudom szüntetni, hogyha arra van szükség, hogy egy nagyobb tér legyen, akkor az is kivitelezhető, illetve el lehet rekeszteni a tábori cuccoktól az egyéb eszközöket. Így. El is van rekesztve, és gyakorlatilag ami még ennek a ládának a nagyszerűsége számomra, hogyha kivettem a kis elrekesztőt is, gyúródeszkámat, akkor reggelihez szépen helyet foglalok, és itt a reggeliző asztalom, és ezen jó ízűen meg tudok reggelizni, ebédelni, vacsorázni, ami tetszik. Hát nagyjából ennyi lett volna ez a kis bemutató. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem tetszett nektek. Sziasztok!